És akkor folytatjuk is a startot. A vendégem G. Németh Erzsébet, a DK fővárosi képviselője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Először is egy picit folytassuk a menekült kérdést. Természetesen igyekszünk majd más fővárosi fontos témákról is beszélni, de menekült kérdésben önök azt mondták, hogy Tarlós István a Jobbik ottájából játszik. Miért mondták ezt? Akkor, amikor kialakult ez az áldatlan állapot és ez a borzasztó helyzet ott a keleti pályaudvarnál, akkor én úgy értettem és úgy éreztem, hogy főpolgármester úrban azért megszólalt valami emberi hang, és ugye három zónát a három nagy pályaudvar mellett kialakított a fővárosi önkormányzat. Ezek többé-kevésbé betöltötték a funkciójukat egészen addig, amíg a keletinél ki nem alakult ez a nagyon-nagyon veszélyes és áldatlan helyzet a múlt héten. És ugye a fővárosi közgyűlésre fővárosi polgármester úr behozott egy javaslatot, hogy ezt a három zónát, ami a három pályaudvar mellett van, egy helyre a Verseny utcába át fogja telepíteni. Ekkor már a Jobbik a fővárosi közgyűlés ülésén minősíthetetlen hangnemben tiltakozott ez ellen, ugye meg is szállták ők ezt a Verseny utcai helyet. Tehát kezdettől fogva a Jobbik ezt nagyon mereven ellenezte. Mi ezzel egyetértettünk, mert azt gondoltuk, hogy ott egy humánusan, normálisan lehet emberi körülmények között kezelni ezt a kérdést. Akkor, amikor egy pénteki napon végül is a kormányzat úgy döntött, hogy kiengedi a menekülteket, buszokat küldött, ugye amikor elindultak az M1-es autópályáján Bécs felé a menekültek, akkor aznap éjszaka a főpolgármester úgy döntött, hogy leállítja ennek a Verseny utcai zónának az építését. Na erre mondtuk mi azt, és mondom én azt, hogy a főpolgármester a Jobbik ottájából játszik. Erre a zónára szükség lenne, hogy legalábbis arra, hogy ezt a jelenleg meglévő három zónát akkor tovább működtesse a főváros, de ezektől a főpolgármester úgy látom, hogy mereven elzárkózik. Én ezt ugye értem, hogy a politika az alapvetően hangzató szlogenekből áll, minél rövidebb üzenetet minél több emberhez eljutatni. Azt, hogy Tarlós István a Jobbik ottájából játszik, ez egy ilyen üzenet. De gyakorlatát tekintve nem arról van szó, nem tudom, csak kérdezem, hogy önöknek mi a véleménye, hogy nem a Jobbik ottájából akar játszani Tarlós István, hanem egész egyszerűen úgy látja, hogy nincsen szükség erre a Verseny utcai, mondjuk azt, hogy tranzitzónára, hiszen alapvetően változott meg a helyzet. Múlt héten 4-5 napon keresztül menekültek, azért tolódtak fel a keleti pályaudvarnál, mert nem engedték tovább őket a vonatokkal. Most pedig tovább engedik őket, tehát gyakorlatilag élettérként nem használják a keleti pályaudvari tranzitzónát. Tehát akkor a Verseny utcára miért lenne szükség, hiszen itt sem élnek, valóban átutazóban vannak. Aki kim volt mondjuk tegnap vagy tegnap előtt a keleti pályaudvarnál, vagy azok a normális és tisztességes tudósítások, amelyeket láthatunk nem a köztévében, hanem hát más egyéb kereskedelmi adókon és csatornákon, ott azt gondolom mindenki látja, hogy azért ezek nem teljesen normális állapotok. Jelen pillanatban hideg van, 11 néhány fok volt reggel, amikor idejöttem a tévé stúdióba. Ezek az emberek most ott nagyon sokszor fedetlen helyen, hidegben, kisgyerekes családok a földön próbálnak, ha csak egy fél nap vagy egy napot is, egy éjszakát is eltölteni, azt gondolom, hogy azok nem emberi körülmények. Ebben a Verseny utcai zónában sem lett volna nagyon-nagyon luxus körülmény, de legalább sátor lett volna a fejük felett, több mosdó, WC, zuhányzó egyéb jutott volna rájuk, tehát mégiscsak azt a néhány órát, vagy azt az egy éjszakát, vagy akár egy-két napot, amit itt töltenek a fővárosban, azokat emberibb körülmények között töltették volna el. Én azt gondolom, hogy a kormánynak is az előző beszélgetésből is, amit itt folytatott a Fidesz frakció vezető helyettesével, azt gondolom, hogy az derül ki, hogy a kormány elszánt abban, hogy majd a déli határainkon ezzel a kerítéssel, illetve a rendőrség katonaság kivezénylésével ott megfogja a menekült áradatot. Én inkább önnel értek egyet, ezt nem lehet megakadályozni. Ha ott 20-30 ezer ember összetorlódik, és megindul egy ilyen tömeg, akkor ezt nem lehet normális, humánus eszközökkel kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy mind a menekült táborokban normális feltételeket, emberi körülményeket kéne biztosítani, és ugyanez a feladata a fővárosnak is, arra a rövid időre, amíg ezek a menekültek itt tartózkodnak. Térjünk egy kicsit a főváros tömegközlekedésére, de részben még mindig maradva a menekült kérdésnél. Önök ezt a problémát hogyan látják, hogy BKK-s buszokat állítanak be a menekültek szállítására? Mennyire van felkészülve erre a cég ön szerint? Hát az, hogy buszok vannak, az biztos, az is biztos, hogy vannak járművezetők, tehát valamilyen szinten a cég az infrastruktúráját tekintve, meg a személyzeti állományt tekintve adott. Amivel én nem értek egyet, és azt gondolom, hogy ezt szervezéssel jobban meg lehetne oldani, az pedig az, hogy ezek a sofőrök, akiket ezekre a buszokra felültetnek, ezek ne egy már ledolgozott műszak után üljenek föl a buszokra. Egyébként tudomásom szerint nagy részük önként találja ezt a nagyon megterhelő, és tényleg le a kalap előttük
csináljuk ezt a munkát, hanem egy kipihent állapotban, illetve a másik része a dolognak, hogy ne egyedül legyen ez a sofőr ezen a buszon. Tehát ha Budapestről egy BKV busszal, ami egyébként nem autópályaforgalomra van tervezve, el kell menni Röszkére, és onnét el kell elnézést szállítani a menekülteket valamelyik táborba, mindezt egy ledolgozott 8 órás vagy 10 órás műszak után teszi, az azt gondolom, hogy elfogadhatatlan. És ha már BKV-ről beszélünk, akkor a tömegközlekedési cég finanszírozásáról is, ugye ismét fellángolt a vita, ami én nem is tudom, szerintem minimum legalább 10 éve megy, hogy az agglomerációs települések és a kerületek is vegyék ki a részüket a BKV finanszírozásából. Ugye erről nagy vita van, önöknek mi a véleménye? Továbbra is azt gondolom, és nagyon régóta ezt mondjuk, és ezt mondom, hogy a tömegközlekedést csak is kizárólag az utazó közönség nem tudja fenntartani. Ehhez mindig kellenek állami források, vagy és önkormányzati források. Ha a fővárosi önkormányzatnak lenne saját forrása, akkor nyilvánvalóan több pénzt tenne bele a BKV finanszírozásába. Én azt gondolom, hogy most jelen pillanatban a kormány az, aki nem finanszírozza tisztességesen a BKV-t. Az meg megint megállapodás kérdése, hogy az agglomerációs települések ebben hogyan vegyenek részt. Ezt az egész kérdést végre egyszer tisztességesen végig kéne gondolni. Az utazóközönség nem tud ebből már több pénzt, vagy nem tud ebben már több pénzt betenni. Régen szörnyűködtünk azon, hogy majd egyszer valamikor a BKV finanszírozásának az 50%-át az utasok fogják megfizetni. Most ezt a szintet már elértük. Szerintem ez tovább nem terhelhető a lakosságra. Köszönöm, hogy itt volt a reggel, és köszönöm szépen én is.